Köszöntöm kedves nézőinket, és köszöntöm a stúdióban dr. Toller Lászlót, városunk polgármesterét, aki kívánok. Ismét kiteszi magát annak, hogy akármit kérdezhetünk tőle, legalábbis nincsen tabu téma, hogy ez el szokott hangzani a műsor előtt. Várjuk az önök kérdéseit, észrevételeit, ahogy ezt már a műsor beharangozójában mondtam önöknek, az itt látható elérhetőségeken, és azt hiszem, hogy már vannak, akik el is kezdték a kérdezéseket, a kérdezést, és már kaptunk kérdéseket, azért a magyar nyelvet se baj, hogyha ápoljuk. Én ezeket egy másodpercre félreteszem, és még azért néhány országos politikai dologgal kezdenénk, addig is csak telefonáljanak és küldjenek SMS-eket, e-maileket nekünk. Gyűjtjük ezeket a kérdéseket, és néhány perc múlva ezekre kerül a sor. Szóval, polgármester úr, ön, mint tudjuk, országos politikai szerepet is betölt, és megint markánsan megnyilatkozott egy olyan ügyben, amikor is megoszlott az MSZP, és nem volt egységes véleménye. Azért is izgalmas a dolog, mert dr. Szili Katalin Pécsváros körzetéből országgyűlési képviselő, és mint országgyűlési képviselő is lett a parlament elnöke. Gondolom ez egyenes út, ez az egyenes út irányt mutat a köztársasági elnöki székbe. Ön nagyon komolyan és keményen kiállt Szili Katalin mellett, holott egyébként egy évvel ezelőtt még voltak olyan hangok, hogy nem is nincsenek is olyan jóba. Hát nem egyéni kérdés ez soha, mikor a politikában valamilyen állásfoglalunk. Három nagyon komoly dolog szó Szili Katalin mellett, és én ezért patronáltam, segítettem a kongresszuson. Az első mindenképpen az, hogy én nem tartom helyesnek azt az álláspontot, hogy ne lehessen pártpolitikus köztársasági elnök. Egy, az előzőek is azok voltak valamilyen szinten, kettő, miért süllyeszti magát odáig a politika, hogy nem tud maga közül megjelölni egyet, aki a köztársaság elnöke lehet. És egy olyan, akivel amúgy semmi gondja nincsen senkinek, mindenki szereti, nagyon sokan támogatják ezt az ambícióját, és a köztársaságnak méltó elnöke lehet, mind a mellett, hogy még nő is, amit nem is mind a nő is, hát a nő, igazi nő, igazi nő. A férfiasabb, mind a férfiak, mikor határozottságról van szó. Több irányba nyitott, és így tovább, tehát sorolhatnám az erényeit. A másik, hogy miért az MSZP jelöljön. Én úgy gondolom, hogy minden oldalnak volt köztársasági elnök jelöltje. Mi támogattuk mind a két köztársasági elnök jelöltet. Talán tudják, hogy nélkülünk nem lehetett volna már Ferenc sem köztársasági elnök, hiszen a kisgazdák nem szavazták meg Tordján József miatt. És a harmadik tétel, ami még fontosabb, az MSZP-nek arcot kell mutatni. Mindenesetre ez egy ügyes trükk volt, ha úgy mondjuk, vagy nagyon bátor bevállalás, olyan tolleros bevállalás volt ez gyakorlatilag, hiszen így most nem az önök térfelén pattog a labda, hanem az SZDSZ-nek kell a koalíciós viszonyban alkalmazkodnia. Igen, azt mondtam, hogy új helyzet van a kongresszusi döntéssel, míg a kongresszus előtt mondtam bármi is a döntés, ahhoz kell viszonyulni mindenki másnak. Én túlzónak tartom azokat az álláspontokat, hogy mi rákényszerítjük az akaratunkat valakire. Nem, van saját véleményünk. Az MSZP-t mindig ilyen pipogya pártnak tartják, és talán ezért tűnök a markánsabbnak az általhoz. Hát mondjuk az igazság, hogy sokan mondják, hogy az MSZP-nek van három véleménye, és egyikkel se ért egyet. Ez nem egészen így van. Van egy többségi vélemény, amit általában követünk, de amikor kormányzunk vagy hatalomban vagyunk, akkor mindig erőtlennek tűnünk. Én azt mondom, hogy ez az egyetlen hibánk. Amúgy jó kormányzunk, nem rosszabbul, mint mások. Az ország halad előre, az unió tagjai lettünk, és itt azt tudnám mondani az erényeket, ez mind a mi vezetésünkkel. De van ebben egy nagyon fontos kérdés. Miért kell pipogyának látszani, amikor van jó jelöltünk egy ügyben, jó ügy mellett állunk ki, és miért ne képviselni markánsan véleményünket? Mi megkérjük, nem követeljük, megkérjük a többi parlamenti pártot, hogy mérlegelje azt, és minden képviselőt mérlegelje azt, hogy Szili Katalin alkalmas a köztársasági elnöknek, hogyha komolyan teszik fel a kérdésre magukból, akkor igen a válasz, teljesen természetesen. És hogyha, mert én minden oldalról elismerő szavakat kapott, ezt meg nem magam találtam ki, az egész jelölési folyamatban és utána is, és akkor kérem, hát tegyünk egy olyan köztársasági elnöket a köztársaság élére, aki méltón reprezentálja Magyarországot, aki konszenzust keres és talál, aki több irányban nyitott, ez azt hiszem a Katinál, hogy is mondjam, teljesen alapkérdés, és aki olyan személyiség, akire büszkék lehetünk ott a
parlamentbe is, hiszen jó tudja tenni a dolgát. Én ezt nagyon fontos dolognak tartom. Az, hogy ki alkalmas, mire alkalmas, hogy milyen köztársasági elnök lesz, az mindig akkor derül ki, mikor köztársasági elnök lett. Hiszen Gönc Árpádról jóformán senki nem tudta, hogy kicsoda. Mikor köztársasági elnök lett, és az ország legnépszerűbb politikusa volt 8 évig. Két ciklusban is. Igen. Egyébként ön szerint, most ezt a témát lezárva végül is, ön szerint mi lesz ennek a lépésnek a politikai következménye? Hát ő ilyes ilyet mindenki kijelenteni, hogy nem koalíciós ügy, nem koalíciós válság, ha van véleménykülönbség, és így tovább. Persze emlékszem olyan véleményekre is, mikor nekünk volt véleménykülönbségünk, vagy különböző véleményünk mástól, akkor az egyből koalíciós válságnak tetszett. Én azt hiszem, hogy jó fog dönteni a parlament, és szabaddemokrata barátaimat tiszta szívvel kérem, hiszen vannak, akik már nyilvánosan is támogatják Szili Katalin jelöltségét, hogy gondolják át azt, hogy közös politika sikerünk, hogyha a koalíció legnépszerűbb politikusát választjuk köztársasági elnöknek, hiszen nála népszerűbb politikus a koalícióban nincsen. Polgármester úr, talán a mai beszélgetésünknek, ha címet kellene adni, akkor mondhatnánk, hogy bátorságpróba. Közben írom a kérdést, hogy a Verseny utcából mikor lesz rendes út, és azonnal erre térünk. Mert amikről ma beszélni fogunk, és nyilván a nézői kérdések is arra szolgálnak, hogy elég nagy bátorság kell ahhoz, hogy egy olyan térségben, ami gyakorlatilag az ország most már viszintesen megosztva, nem csak a Duna osztja függőlegesen, hanem egy horizontális tengely mentén is megosztható, hiszen az országba áramló tőke és a különböző régiók különböző kapacitásai, azok egy kicsit előrébb vitték a Nyugat-Magyarország, Észak-Magyarország régiót, az M3-as út környéke és az onnan északra elterülő területek a szlovákiai együttműködésekkel is bizony időnként beelőzik a Dél-Dunántúli régiót. Egy ilyen régióban olyan nagyhívű terveket fontolgatni, mint az Európa Kulturális Fővárosa, és olyan hatalmas mennyiségű beruházást bevállalni, amit Pécs városa bevállalt, az bizonyára bátorságnak kell, hogy legyen, legalábbis egyfajta rendkívül komoly jövőbe vetett bizalomnak. Itt járt Gyurcsány Ferenc a közelmúltban, itt járt Kis Péter, itt járt Lampert Mónika, még Stumpf István is ide látogatott a közelmúltban az egyetemre. A látogatásokból leszülhető-e olyan, hogy a kormányzat részéről esetleg nagyobb figyelem jut a városnak? Segítik-e valamivel ezeket a beruházásokat? Hát ugye én mindig azt mondtam, mikor még nem járt ide egyetlen miniszter se, csak esetleg zugba jött, ilyen is volt, emlékezzünk az előző kormányzati ciklusban, hogy kérem, egy híres város az előbb-utóbb hozza magát. A mi jó hírünket három dolog alapozta meg az elmúlt 6-7 évben. Az egyik az, amit az önkormányzat választ, az teljesítette. Tehát ebben számunk érhető teljesítmény van, pontosan megfogalmazott tervek, célok. Ezek ahhoz voltak elegek, hogy egy kicsit feljebb zárkózzunk a nagyvárosi modellhez, és ebben nincsen szégyenivalónk, nagy utat tettünk meg az elmúlt 6-7 évben. A másik, hogy magabiztos városvezetés legyen. Nekem szerencsére olyan koalíciós partnerem van Pécset, olyan frakcióm van Pécset, és olyan bizottsági elnökeink, aki a politika valamennyi iskoláját kijárták már, tudnak önállóan dolgozni, dönteni, és a polgármesternek nem sok dolga van ilyen területeken, hiszen azt a szakmai terhet ma már leveszik rólam, amit az elején azért csak-csak magamnak kellett elvégezni. A harmadik, hogy tényleg arról vagyunk híresek, hogy dinamikusan fejlődő város vagyunk, és egy baj van, hogy a régió az nem dinamikusan fejlődik. Hát ez elég nagy baj egyébként. Na most persze két megjegyzéshez tartozik, a nagyváros mindig a motorja a régió fejlődésnek, a három nagyváros a kulcsa, fejlődjen Kaposvár, fejlődjen Szekszárd, fejlődjenek a kistérségi központok, itt is jó eredményekről tudunk azért elszámolni Baranya megyében, és hogyha emellett a nagyváros multiplikátor hatást tud kifejteni, az jó. Nem számoltam pontosan össze, de mondjuk az előző ciklushoz képest biztosan háromszoros forrás állt rendelkezésünk az elmúlt 3 évben, amit fel tudunk használni, tehát amit folyamatosan szerzünk és beépül. Ugye elindulhatott a nevelési központ fejlődése, egyáltalán az oktatás fejlesztésére fordított eszközeink, hát az elmúlt 14 évnek a kétszeresét jelentik ebbe a ciklus, vagy 10 évben
a kétszeresét jelentik ebben a ciklusban. Tehát elindulhattak, de ezt pontosan kellett tervezni, 3 évig kellett az intézményrendszerünket átalakítani. Tehát hosszú út vezet ahhoz, hogy végre egy-egy iskolát, Bánki Donát, Rászvárosi Nevelési Központot, Művelési és Oktatási Központot át tudjuk adni, elindítsuk a NEFCO-t, jövőre indul a Csokonai, a Pollákot befejeztük, a Pollák tornatermére elnyertük, a teljes lesz, ami a hát az igaz, pályázatot. Hát az igaz, építeni kell a 10 Na most igen, akkor közben megnyertünk egy 1 milliárdos pályázatot. Kétszer annyi fejlesztés van az idei költségvetésben, mint tavaly. Így van. Persze, a forrás oldalról van kérdés. A forrás oldal az két dolog, saját forrás és a hitel. Hát mi azért dolgoztunk azon 3 évig, hogy magabiztos, egyensúlyos legyen a város költségvetés, hogy hitelképesek legyünk. Ez olyan, mint egy vállalkozás. Hát amelyik vállalkozás nem hitelképes, az nem fog hitel kapni, nem bízik benne a bank. Bennünk megbízik a bank, nyugodtan tud hitelt adni, és pontosan 5 év múlva is tudjuk azt, hogy vissza tudjuk fizetni ezeket a hiteleket. A másik ilyen nagyon fontos kérdés pont a miniszteri látogatásoknál, hogy mi tudjuk tölteni ezt a kis integrátor hatást itt a városban, ami a gazdaság szereplőivel kapcsolatos híd, mondjuk a gazdaság és az önkormányzat között, az egyetemmel, az egyházakkal, amit mi nem most vállaltunk, 1998-ban. És ennek megvannak az eredményei. Gondoljunk arra, hogy az ókeresztény sírkamrák feltárása, az abban való együttműködés az egyháza, nem olyan simán indult ez a dolog. Persze. És addig is csak lesz 1,5 milliárd, ugye, és egy másik 1,5 milliárd. Tehát nagyon, nagyon tudatos munkának köszönhetjük azt, hogy a miniszterek figyelme ide irányult, a miniszterelnök szeret ide járni, hát melyik miniszterelnök nem szereti azt, hogyha van olyan a kormánypárti városa, ahol sikerek vannak. Ez igaz. Viszont azt szeretik-e, hogy egy kis pénzt is adjanak ezekhez? Tehát például hát itt van a reptér, 2 milliárd forint a város pénzéből ment gyakorlatilag. Igen. 1,7 milliárd. Következő van, egy kormánynak nem kötelessége tisztelni a helyi igényeket. Értem én. Mert azt mondja egy kormány, 94 000 négyzetkilométer Magyarország, ebből bőven elég 3-4 regionális repülőtér. Utána én meg azt mondom, hogy nem foglalkozom a kormánnyal, mert valamikor most ezt időzőjelbe teszem, valamikor 92 környékén volt egy olyan kormány döntés, hogy 7-8 vidéki repülőteret kell fejleszteni. Ez első nemzeti fejlesztési tervben volt. És ez ebbe benne volt Pécs, hát én akkor azon a vonalon indultam el, azzal együtt, hogy nekünk létkérdés a repülőtér, nem csak az autópálya vagy autóút, gyorsforgalmi út hiánya miatt, hanem a pszichés közlekedési távolságokat ezzel le tudtuk győzni. Hallunk azóta nagy vállalkozóktól, nagy cégektől az Árkád átadása óta olyan, hogy Pécsváros megközelíthetetlen? Nem. Megkérdezem tőlük, hogy drága uram. És mit mondott nem a futja a repülőre? Meglátta, hogy nem futja a repülőtér, éjszaka hát, le lehet szállni. És igen. Hát meglepte a miniszterelnök urat, egyébként az én hibám is volt azon a lakossági, azon a fórum, amikor először itt volt Pécsen bemutatkozó, miniszterelnöki bemutatkozó látogatáson, elfelejtettem neki megemlíteni, ez a repülőtér gyakorlatilag kész van, tehát nem halott látás és asztaltáncoltatás folyik ebben az ügyben. Fölismertük saját gazdasági érdekeinket, és nekünk ilyenkor többet kell beletenni, azért hozzáteszem, hogy tisztességgel támogatja ma már a kormány ezt a repülőteret, hiszen az újabb 120 millió forintot a fogadóépület fejlesztésére már magunkénak tudhatjuk. Nagyon sok kérdésünk van, úgyhogy akkor most a nézői kérdések következnek. Kezdjük a következővel. A Marx utcát mikor újítják fel? Állandó kérdés, azt tudom mondani, hogy jövő évi terveinkben biztos benne lesz. Lesz-e szombaton ingyenes parkolás Pécset? Tudtam, ma most is az van. Déltől. Igen, déltől. És nem lehet egész nap? Hát ez a budapesti szokás, Denszki Gábor visszavonult ebbe a történetben, alaposan értékelni kell, hiszen most, hogy nőnének a parkolásból a bevételei a városnak, illetve a városüzemeltetési cégünknek, ugye most, ahogy megyünk fölfelé, majdnem lineárisan nőnek a bevételei, most akkor az ingyenes bevezetjük szombat délelőtt, akkor megint ugyanott vagyunk, hogy sehol. Akkor azonnal vissza, annyit jelent a szombat délelőtti parkolási díj? Hát akkor vannak legtöbben, hogy mondjam, vidékről a városban. Jöttek előre is kérdések, például Nagy László kérdezi, hogy Nagy Árpádon építési telket vettek, de az engedélyük azért késik, mert a PVVRT szó szerint hetek óta problémázik a csapadékvíz elvezetés miatt. Megoldást nem adnak, egyik helyről a másikra küldik őket, egymásra mutogatnak. Hát miért a tulajdonosoknak kell megoldani? Nem arról van szó állítólag, hogy
a tetőről odafolyatják a vizet, hanem a zárt csapadékvíztároló túlfolyó vízen nincs megoldva. Hát ezt nem tudom pontosan, meg kell nézni a problémát. Egyáltalán csapadékvíz elvezetés részben központi jogszabály változása miatt, részben pedig saját önkormányzati rendeletünk okán, hát nem egészen megoldott. Én úgy gondolom, hogy nem lehet közös toleranciát gyakorolni? Toleranciát lehet gyakorolni, de akkor jön az ügyészség és a feljelentések, hogy miért adtunk ideépítési engedélyt, miért nem adtunk oda. Rendezési terv alapján, mármint szabályzási terv alapján kell megoldanunk ezt a kérdést. Hát a csapadékvizelvezetés általában gombos területeken, ez mondjuk a Nagy-Alföldön sokat nem. Nagy Árpád az tök sima. És Nagy Árpádon is meg lehet oldani, de meg kell oldanunk előbb a csapadékvizelvezetést. Azért, mikor valaki kéri ezt, akkor azt nem gondolja át, egyébként a kérdező volt nálam fogadórán, akkor is megbeszéltük ezt a dolgot, hogy ha nincs elvezetve a csapadékvíz, utána ázik a fal, akkor ki a hibás. Ez nagyon érdekes dolog. Ugye? Mikor jönnek ezek a nagy esőzések, és látjuk, hogy összedöntött egy falut a Mátrába, akkor a csapadékvizet jobb lett volna elő megoldani, mint az építkezés, persze egy régi falu. Tehát ahol már újat építünk, legalább olyan korszerű legyen, hogy ne az legyen a következő, hogy beázott a pince. Hát elviekben akkor viszont csak odaadhatna ki az önkormányzat építési engedélyt, ahova épített utat. Hát egészséges megoldás ez lenne, nagyjából így alakult ki a Fáy utcai lakótelep, most már azt hiszem, hogy Kertváros déli részének az egyik büszkesége, ahol úgy terveztük, hogy minden ott volt, a telek készen volt, a csónk ott volt, csak rá kellett építeni a házat. Csodálatos. Hát ez sok helyen nem így épülnek a házak. A legnagyobb gond ott van, mert ahol nagy évű új építkezések vannak, ott ezt mindenki megoldja, hanem egy foghéjba vagy egy már kialakult lakóterületen egy köztes építkezést akar valaki megcsinálni, és érdekes, állnak a házak csapadékvizelvezetés nélkül, és a szerencsétlen pedig nem kapja meg az építést. Hát valamilyen helyzetről van itt is szó. Ezt meg fogjuk oldani. A Pécs víz elszennyeződött medrének felújításával kapcsolatban kérdezi Dominó Sándor, hogy lehetséges lenne a Pécsi víz és az Istenkúti patak vízének felzúzasztásával egy nagyméretű, akár sportra is alkalmas túlmeder kialakítása a közeli években. Hát most egyelőre nem ez a helyzet igazából, hanem a tó, ami alakulgat, ez épp a zagykazetták mellett van, tehát a tüskés réti. A tüskés réti tó, de az nem zagytó. Nem zagytó, az egy tiszta talajvíz. Ezt azért tudom, mert a Pécs TV foglalkozott így a dologgal. Így van, és nagyon szépen alakul az a terület, rekreációs jellege, ez a Balokánytól délre van, tehát valószínűleg össze kell érni a Balokánynak. Hát az ipari úton át kell írni, van is erre terve. Erre készítenek a tervek. Hát ez a duzzasztás, nem duzzasztás, ez egy kétélű dolog, mert ha duzzasztjuk, akkor valahol kell lenni egy tónak, hogyha van egy tó, akkor azt kezelni kell, és a tetejében nem biztos, hogy szabályozza is valójában. Ezt gondolom megvizsgálják. Ezt meg fogjuk vizsgálni a kérdést, az ötlet jó, teljesen természetes. Imádom a vizet a városban. Igen, Pécsnek ez ugye nagy fájdalma. Hát igen, mert mindent eldugtunk, ami egyébként felszínen volt, különböző okokból, Tettyepatakot, az Égerpatakot, a Széchenytéren gyakorlatilag a város alatt. Patakot, hát 3-4 város észak-déli irány vászerű patak volt itt a városban, amit nagy szerencsésen hát eltüntettünk, ugyanakkor mindenhol vissza lehetne hozni a felszínre, ezen gondolkodunk. Nagy siker a Verseny utcát elérő felüljáró újraépítése, hiszen május 1-én, ha jól tudom, át is adják. Hát én nem tartom sikernek, én egy szerencsétlenkedésnek tartom. De mindenki örül neki, azt tudom, a környékbeli. És a kormányzat kezét lábát törte, hogy megtörténjen, most már van olyan vámvezetés, aki mellé állt, és ennek nagyon örülök, és nagyon köszönöm neki, hamarosan át fogjuk adni. Azért azt talán mindenki tudja, amit megérek, azt szeretem teljesíteni. Hogyha sokat kell ütközni, akkor is. Legalábbis azt akartam mondani, hogy a környékbeliek nagyon örülnek neki. De kérdés az, hogy a Verseny utca, ami most már viszont teljesen járhatatlan gyakorlatilag, azzal mi lesz? Új burkolatot kap? Csak kátyúzni fogjuk, amíg az a teljes terület az nem lesz rendezve. Hát mi az a terület? Minek kéne ott lenni? Hát ott vannak a sportpályák. A tulajdon viszont most vették meg például a matávpályát. Lassan-lassan kialakul az egységes önkormányzati tulajdon. Kialakul a területnek a funkciója, eltűnnek azok a rondaságok, hogy... És mit akarnának a matávpályával csinálni egyébként? Az a terület tökéletesen alkalmas a város szabad és tömeg sportjának a kielégítésére. De a matávpályát nem ezért vettük meg, szeretnénk elcserélni az egyetemmel a PEASZ pályára. Aha, na van itt egy kérdés. Mert a Balokány környékének a rendezéséhez hozzátartozik a sportfunkcióknak a rendezése is. Ja, hogy ez ezért kellett.
Ha már pályáknál tartunk, a PMFC stadion felújítása mikor kezdődik, kérdezi Imre. Hát én most már komolyan mondom, jó ég se tudja. Miért? Én most letámadom a miniszterelnök urat. Mi már költöttünk 250 milliónkat, már elköltöttük, ami a közös beruházásból illetve a közös beruházásra kellett fordítani. 68 millió forint maradt meg, mert a világítást megcsináltuk ebből a pénzből, az közös pénzből, jobban mondva 750-ből, az 500 millió még azóta se érkezett meg. Ez nem járható út. És mi újság van a világítás peres ügyében? Nincs peres ügy. Nem lett belőle peresügy végül is? Ha semmiféle peresügy nincs. Hát annak idején ugye kifogásolták az építést, mert hogy engedély nélkül épült, hogy mi volt volna. És egy pillanat a jogi kérdéseket rendeztük, és a fennmaradási engedélyt pedig némi bírsággal megkapta a PMSC. Tehát megvan, ezt akartam igazából megkérdezni, csak pontjúlan fogalmaztam, elnézést kérek. A meccse, ha felnézőn a meccsekre, nem sajnálja, hogy lassan eltűnik a meccsek a sok épülőháztól, palotától? Kérdezi, de, nézünk. De, és teljesen egyetértek vele. Hát de meghúzták de azért, a felső határt, azt hiszem, az a felső határ, az fölött már nincsen semmi. Tehát azóta nincsen semmi. Remélem nem is épül, mert az csak szabálytalan lehet. Lelke rajta minden építésznek, aki kikiáltott a meccsek védelmét, és ott házakat tervezett és kivitelezett általános rendezési terv alapján. Volt olyan, aki utólag meg azt mondta, hogy miért nem védtük meg a meccseket. Ez se volt egy nagyon tisztességes mondat. Egy biztos viszont, hogy a Mandulás kempingből nem lesz se lakópark, semmi se. Visszaadjuk a természetnek, a mókuskáknak, izikéknek. Persze ott is még a cserét el kell intéznünk a tulajdonossal. A 241-143-ra kérdezik, mikor lesz a keleti városrészben is bevásárlóközpont. Egy, mi lesz az Áper laktanya sorsa? Azt is elviekben már itt kéne, hogy legyen, nem? Hát igen, igen, ezek azok, amiket szoktam mondani a miniszterelnök úrnak. Most a 100 lépésből legalább 3-at gyorsan meg lehet lépni az önkormányzók tulajdonhoz juttatását, mert most már két miniszterelnökkel állapodtam meg. A pénzügyminiszterünk kincstárnak a nagyon tudatos, nem is akna munkának, hanem munka lassításán múlik a, vagy múlt a dolog. Most kaptam a harmadik levelet négy hónap alatt, hogy oda-vissza a levelezés lefolytatta a HM és a kincstár. Most már a valósi tulajdonosnál kezdeményezték, ez a HM, az önkormányzati tulajdonbaadást. Ezen felvettem a telefon, csókoltatlak barátaim benneteket, ez nem egy tisztességes munka. Ez egy 3 perc alatt intézhető jót, hiszen a kormányzati akarat megvolt. De hát ugyanez vonatkozik jó néhány ingatlanra, ami vidéken, és így tovább. Történik, tavaly novemberben 400 ingatlant a kormány átadott önkormányzatoknak, azóta csak azt nézik, hogy nem lehet csinálni valamit. Hát ez a minisztérium apparátusára remélem nem sokáig jellemző dolog lesz. Mikor lesz keleti bevásárlóközpont, a Tesco el fogja kezdeni az építkezést. Kis Tesco lesz? Kis Tesco-val indul. Aztán majd megnő. Nagy titok volt sokáig, hogy mi lesz. Mikor lesz közvilágítás? Nem titok, hát utcában. Sokan kerestek, kóra szeretett volna. Igen, hát ott minden mindenki. De ugye az első lépést ilyenkor egy új beruházási területen nehezen teszik meg a múltig, és utána egymás nyakán akarnak építkezni, ami ellátási szempontból jó. Városképi szempontokat pedig mi úgy veszük figyelembe, hogy város határa közelébe továbbra is tartjuk ezt a... Az imént elfutott egy kérdés, de azért még én megkérdezném, hogy jó, rendben. A bevásárlóközpontokat... Igen, az Uszdóc utcai világítás, azt gondolom, hogy mindjárt megválaszolja, csak az a kérdésem még előtte, hogy Uszdóc. Uszdóc, hát SMS-en jön, azt nem mi írjuk, tehát azért gondolom, hogy nem tudom, hogy van-e ilyen utca. Biztos. Arra kérem a kedves nézőt, hogy nagyjából határolja be, hogy hol van. Szégyellem, de nem tudom. Az a nagy kérdés, hogy... De valószínűleg, hogy nem is igazán komoly a kérdés, de... Ön szerint mikor, minek kellene lennie a Király utcában? Minek kellene lennie? Tehát ön maga elé képzeli a Király utcát egy 2 év múlva, vagy 5 év múlva, hogy annak hogy kéne kinézni, minek kéne ott lenni? Hát, hogyha kicsit felemeljük a fejünket a Király utcába, akkor látjuk, hogy az utcaképe változik, folyamatosan újulnak meg az épületek, homlokzatuk, és így tovább. Ez dönten a magántőke. Funkciójában gondolom. Magántőke. A piac fogja ezt szabályozni, a bevásárló utca, valószínűleg bevásárlás történik ezután is, mégpedig a turizmus élénkülésével kapcsolatos bevásárlói tevékenység lesz. Hogy mediterrán típusú városok. Most ne hagyjuk is ezt a mediterrán hangulatot, bár azért kétségkívül a jégeső alatt is megvolt.
De egy dolog teljesen biztos, kereskedelem, ajándékkereskedelem, butikok, remélem minél több vendéglátóegység, kicsi hangulatos és terasszal előtte, mert erre van kereslet. Én azt hiszem, hogy a Király utca és a Ferencesek útja ugyanezt a tehát ez így az egész egy vonalban. Igen. Jó, mikor fog kiérni a igazából az lesz a szép, mikor majd a Balokányból el lehet indulni egyet várossétálni. Vagy biciklivel elmenni egy kicsit. Zsolnaiból, ahol ugye már megegyeztem a második pénzügyminiszterrel is, most én a harmadik, remélem, hogy az átadás megtörténik. Éppen mai hír volt, a mai híradónkban is értesülhettek nézőink arról, hogy a Kodály kollégiumot csatolnák a Hajnóci kollégiumhoz, és ez ellen tiltakoznak a kollégium lakói, illetve itt két kérdésünk is megjelent már a mai műsorban ezzel kapcsolatosan. Tényleg mi indokolja ezt a kollégiumot? Ma kaptam a tiltakozó levelet, konkrét intézkedés még nem történt. Ez szándékról van szó. Én azt hiszem szokásos. Ettől még az integráció végrehajtható, ha gazdaságosági számítások ezt mutatják. Szigorúan csak az döntheti el. Ez gazdaságisági számításon múlik? Hát persze, hát hogyha összevontan tud gazdálkodni két kollégium, bár ugye a két város két végébe van, hát igen. Ugye a kettő kollégium, vagy jobb ellátást tud biztosítani, mindig a jobbról van szó, azért azt tudni kell ilyenkor, akkor ezzel úgy fogunk foglalkozni. Magam is megnézem, hogy mitől ez a felbúzulás, megkaptam a diák önkormányzat levelét is. Hát persze azt mondja mindenki, hogy ez nem volt benne, nem volt ilyen intézmény átalakítási terv. Bocsánat, ez benne volt az 1998-99-es intézmény átalakítási tervünkben. Most az folytatódik? Igen, annak fejében engedtük el az integrációt, hogy mind a két kollégium igazgató azt mondta, hogy nem kér plusz önkormányzati forrás, kijön a normatívából. Majd megnézzük, hogy most kijöttek a normatívából, vagy nem. Aha, szóval most ez nem lehet. De erre szoktam annak idején mondani, akkor megcsináljuk, akkor most semmiféle gond nincsen. Hát ugye ez egy elég komoly dilemma. Itt van ugye 2005 közepe, 2006-ban választások lesznek, országos és helyi is. Ugyanakkor a pedagógus béremeléseket úgy finanszírozzák, hogy a normatíva alapján ugye annak azt emelik, viszont egyre kevesebb a gyerek az iskolában. Tehát önök abban a helyzetbe kerülnek, hogy kénytelenek lesznek az intézmény állományon csökkenteni, ami mindenképpen valamiféle iskola bezárás. Azt teljesen biztos, hogyha mindig a válasz, és ezt már elmondtam, azt hiszem, vagy kétszer, de szeretem megismételni, mert így korrekt. Hogyha a választási vélt vagy valós eredményességnek tesszük ki azt, hogy hogyan működjön egy város gazdaságosan egyre magasabb színvonalon, akkor, és egy magasabb szolgáltatási színvonalat nyújtva, akkor rossz úton járunk, mert ez esetben hiteltelen az a politika, amit csinálja, és nem gondol a jövőre. Nem kell agyonvágni semmit, nem kell tönkretenni semmit ahhoz, és nem is történik ez, hogyha valamit racionálisan megszervezünk az életünkbe. Most csak egy példát, egy otthoni példát mondjak, ha időben nem újítjuk fel otthon a lakásunkat, akkor bizony-bizony négyzetesen romlik az állaga egy idő után. Hogyha időben nem kátyúzunk, mint ahogy előfordult Pécs történetében néhány tíz éven keresztül, akkor egyre rosszabb lesz az út, és úgy néz ki a végén minden utca, mint a versenyutca. Hogyha rosszul szabályozzuk a forgalmat, akkor összesározzuk a házak falát. És így tovább, sokat tudok ilyen, sok példát tudok mondani. Nem, egyszer el kell dönteni, mi a fejlődés haladás iránya, és hogyha az és ezt az élet beigazolt, akkor meg kell csinálnunk azokat a lépéseket, vagy meg kell tennünk azokat a lépéseket, amik jobbá teszik a várost. Attól nem megy tönkre a város, hogy integrált módon működik két kollégium, viszont jobb lehet a kollégium elhelyezésnek a finanszírozása. Hogy attól nem megy tönkre semmi, hogyha bezárunk egy iskola épületet. Soha nem az iskolát zárjuk be, az épületet. Hát hisz a tanulók mennek tovább, pedagógus helyén marad. Mondjuk a kertváros iskola egy ilyen akció volt, ha jól tudom. És jobb ellátást kapnak a gyerekek most? Mind a tornaterem vagy rossz tornaterem nélküli iskolában? Hát már ez ugrás a hát most úgyis Herceg utcás lesz egyébként a nevelési központ, mert azt ősszel elkezdik, ha jól tudom. Ezért tartottuk meg azt az óvodát, ugye, megint előre gondolkodva, amelynek a bezárását forszírozták a szülők, és abban az óvodában tudunk addig oktatást folytatni, amíg egy-egy intézmény rész nem lesz felújítva.
Hozzáteszem, hogy oktatási intézmény épületét még nem is. Talán az egyik kertfelső óvoda, amit privatizáltunk, mert már tényleg nem kellett az egyik. Hát az egyetem jutott, mondjuk az egyetem utcai iskola épület. Hát az egyetemi iskola ott lóg a nyakunkon, vagy ott lóg a fejünkön, mint szamáron a fül. Hát ez még ott van. Nem kapta meg az egyetem azt az épületet? Hát az egyetem még nem kapta meg véglegesen, hiszen az ingatlan csomagot nem rendeztük. És a tetejében ugye van egy, máig szégyelni fogom, hogy nem voltam elég erős, hogy a fecske ágat oda erőszakolta az építés szakma, ahova szerintem nem való. Bezártuk annak a területnek a fejlődését ezzel. De nem baj, ez is lehet igazítani, majd valamit kinyitjuk mondjuk a piac felé. Vannak kérdések továbbra is. Az Uszdóc utca a Pellérdi elágazás utáni második dűlő jobbra. Hát szégyeltem, elnézést kérek, hogy nem tudtam. A kérdés pedig az volt, mikor lesz villany. Hát én nem hiszem, hogy nagy akadály van, hogy ott villany legyen. Tudjuk, ott van a magas feszültségtől kezdve minden, tehát az összes vezeték ott hát van. Hát ugye a Pellérdi úton megy egy és a transformátor pedig a növényvédő állomás előtt található. Ez az önkormányzaton múlik, hogy ott legyen villamos. Ezt az igényt nem tudtam. Kukai képviselő urat meg fogom kérdezni, aki a villamosságnak nagy gazdája a városban, hogy ha volt ilyen igény, akkor miért nem teljesítettük. Ez a világítás, közvilágítás az a lakosság igény, amelyet 100%-ban tudunk ma már teljesíteni. Lesz-e fürdő a Balokányban és mikor? Lesz, a tervezés folyik, az előkészítés folyik, nem az a fürdő lesz, amit Balokányfürdőnek ismertük. A mi szándékunk változatlan az, hogy egy továbbra is úgy, wellness, igen, minden változhat, telepítés, de nem. A lényeg az, hogy én úgy gondolom évvégén már a területen a munkák elkezdődhetnek, és hát szándékaink szerint, független attól, hogy kultúrfőváros leszünk, vagy nem, mi azok vagyunk most is, úgy érezzük. Tehát a történet az, hogy a hangversenyterem pedig valahol ott a Balokányligeti teniszpályák környékén lesz, és a tenisznek pedig jobb feltételeket fogunk biztosítani másod. Ez az elképzelés, erről ma a frakciónk döntött, a kivitelezést pedig minél előbb szeretném megkezdeni. Szennyvízhálózat Keszűben beelőzött. Jó, rendben van, beadták a pályázatot a két önkormányzattal, a Keszügyi-Gyógyi önkormányzat. Én magam támogatom, és az idén meg fogják kapni valószínűleg valamelyik évszakban, mármint az év első felében vagy a másodikban a teljes támogatást, amit kértek. Ugye az csak vicc, hogy a zsolnai szobor felújítására nincs pénz. A városi kátyukkal mi lesz? Hát ez vicc, tényleg vicc, hogy a zsolnai szobor felújítására nem telne. A szakemberekre bíznám azt, hogy milyen feladataink vannak ebben a kérdésben. A szakvélemények igen eltérőek. Ez az érdekes. Az egyik szerint összedül, a másik szerint elég javítgatni. A maximális igény eddig a 30 millió forint volt, hogyha ezen múlik a dolog, akkor holnap odaadjuk ezt a 30 millió forintot, bár Tolnai Márta, hogyha nézi a műsort, akkor most akkor egy kicsit ügyeges lesz. De tudok olyan... Nem olyan sírós egyébként, nem? Nem, nagyon kemény, azt, hogy nagyon szeretjük. Elnézést, csak nagyon kicsik a betűk, már talán öregszem, és nem látom rendesen a számítógépen. Annyi kérdés van, hogy mikor lesz végre kézivezérlés a bőrgyár előtti gyalogos jelzőlámpa? Nem tudom. Azt sem tudom, hogy miért nem kézivezérlésű. Tehát és az nem kézivezérlésű, hanem csak, hogy lehessen jelentkezni. Azt sem tudom, hogy a kézivezérlés jobb-e, mint ez a másik vezér. Jelentkezés, hát az egy jó, megnézzük, akkor egy nagy átverés. Ez az egész rendszer, hát már nagyon kevésen alkalmazzák, hogy megnyomom a lámpát, és akkor vált. Ezt általában a külső területeket szokták, külső lámpáknál, ahol nagy a vagy sok a forgalom, és akkor azt mondjuk, hogy most egy pillanatra megállíthassuk, mondjuk 10-20 másodpercen belül, és akkor átkelünk rajta. Nem tudom, hogy miért kellene a kézi vezérlés, elég jó a forgalom szabályozás azon a területen, keressen meg a... Ezt már régen akartam kérdezni, hogy mi a terve ezzel az egész, ott van egy behalt aralkút, ott van dzsumbújszerűnek tűnik, ott ugye a bőrgyár és környéke, a régi üzemek, maradványai. Én nem bölcs ember, de a városomat elég jól ismerem, a városunkat elég jól ismerem, egész életemet itt éltem, én tudom azt, hogy mit szeretnek a pécsiek és mit nem. Aki belvárosba akar benzinkutat építeni, vagy belvároshoz közel, mindig járt.
Jó, de akkor de is most ott marad a városon ez a terület. Hát ott marad, hát majd az arra vagy privatizálja, vagy nem. Szakmailag elképzelhető, ott maradjon az a kút. Az is elképzelhető, majd valaki elbontja. Az az egész csomópont a bőrgyártól függ. Ma úgy tűnik, hogy a bőrgyár kiviszi a termelését a városból, és arról a területről, amivel ma már egyetértünk. Nosztalgiának itt nincsen helye, mert a piac eldönti a bőrgyártás sorsát, hogy jelentős munkáját nem veszélyeztet, és minden tiszteletem a bőrgyár vezetőjé, hogy még mindig úgy gondolják, hogy bőrt lehet gyártani Pécset. Hát, vagy elég pécsi bőrgyárként más. Igen, de hát hogyha nem veszik meg akkor ennek a bőrt, akkor elég nagy hátrányai vannak. Azzal, annak a területnek a feldolgozása folyamatban, a bőrgyár vezetésével együtt, ott valamit csinálnunk kell, ott a húsipar úgy tűnik, hogy azért tartósan marad. Tehát van-e arra terve, engem az érdekel, hogy azon a részen ott van, hogy mint a ketté vágódna a város. Tehát ott a lakóövezet között van az az egész versenyutcától délre első rész. Hát amikor én kisgyermek voltam, akkor ez egy egynapos kirándulás volt kimenni a bőrgyár után a régi kertvárosból. Főszálltunk, nem tudom, Evéd környékén a buszra, elmentünk a apám barátaihoz. Ez egész délután ott. Igen, ez egy másik világ volt. Délután hazasétáltunk mondjuk a Rét utcába, az egy szép teljesítmény volt. Ma ez 2 perc kocsival. Persze. Na most persze akkor ott volt a város. Átugrott a város azt a területet. Az a kérdés, hogy van-e oda a rendezési terv? Az 2-3 kihívásnak kell eleget tenni. Egy, ott lesz egy megkelő út, és lesz marad is. Ugye? Van is, marad is. Igen. A vásártérre vezető. A másik, hogy sportos a terület jellege, a harmadik, hogy az a tömb, az a háromszög, az más létesítmények, cégekkel is terhelt, akik oda települtek a bőrgyár mellé alá, hosszabb távon képzelik el ott a sorsukat. 4, azt a csomó pontot valahogy szabályozni kell, rendezni kell, ott egy körforgalom esetleg indokolt lehet. Tehát a régi kertváros pedig hát szeretnénk azért megtartani, amennyire lehet. Az ott élők szeretnek ott lakni. Én még egyszer azt a, megmondom őszintén, az a másik oldalnak az iparosítása, az nekem kicsit olyan szívenütő volt. Én nagyon szerettem a temetés környéken az a családi házas övezetet. És melyik? Hol van ott iparosítás? Hát szolgáltatás van. Van egy nagy áruház, nagy áruház, ez igaz. De meg van néhány, azért van ott néhány komoly üzem is ott a park és a Igen. Tehát ez rendben van. Kicsit a piac is alakítja majd azt a területet. Az áruház terjeszkedése is alakítja azt a területet. Ez ott majdnem spontán folyamatok lesznek, persze a városrendezési szándékokkal együtt. Ma egyébként az intézményi terület és a lakóterület funkciót szánjuk annak a résznek. Tehát a terveinkre lesz szerepe. Mikor lesz kész a nyugati elkerülés, lesz a csatlakozás a Kovács-telephez? Hát a nyugati elkerülő út, hogyha tetszettek újságot olvasni, akkor benne van, hogy eredményt hirdettünk a közbeszerzésen, elindult a beruházás, megvan a kivitelező közbeszerzés. És mennyi idő alatt építenek meg egy ilyen utat? Az idén kész kell lennie. Idén kész lesz? Hát persze. Hát ez... Ön mondott egy ilyet, hogy 2007-ig meg el fog érni a 6-os út Szent Lőrincig 4 sávosan. Igen. És ez is így lesz? Így van minden tervben. Ezt senki nem cáfolta meg, csak ilyen öngerjesztett nyilatkozatok voltak, hogy földobunk valamit és megcáfoljunk, majd megcáfoltatjuk másokkal. A vége az, hogy a törvény az váltig ugyanaz, nem más, mint 2007. december 31-ig el kell készülni a Szekszár, Bój, Pécs, Szentlőrinc szakasznak. A Harkány felé vezető út mellett ipari csövekre nem lehetne információs táblákat rakni reklámok helyett? Most az keresztbe megy szerintem azok a csövek a Harkány felé vezető út fölött. Hát a Harkány felé vezető úton, hogyha jól emlékszem, összesen egy helyen van egy ilyen, a bőrgyárnál van az a felső vezeték. Én felső vezeték átjöveteléről még egy hát az ipari út láttam. Mellett megy nyilván igen, a másik. Igen, de... Illetve a Kanizsai Dorottya út mellett is. Most azért csövekre valamit rátenni reklámként, az nem biztos. Nem reklámként, információként. Épp az a kérdés, hogy információt biztos meg lehet oldani, meg kell nézni ennek a lehetőségét. Az de ugye az jó. Kinek a tulajdona? Az erőmű tulajdona? Nem, a csőhálózat az a mi tulajdonunk. Az az ezüst színű csőhenger? Ez bizony a mi tulajdonunk. Az egész úgy, ahogy van, elég drága, és elég drága a fenntartása is. Hozzáteszem,
a városi vagyonkezelőnek a vagyonához az tartozik, és a P-táv üzemelteti. Hú, nem győzöm a kérdéseket szerencsére, köszönöm nézőinknek az aktivitást. Mi mondjuk, amit nem tudunk elmondani, és valószínűleg amire nem tudnánk választ adni, ez egyrészt meg fog jelenni a Pécsi Hírekben, a másrészt pedig ismét elmondom, hogy minden kérdés, ami a műsorba került, a polgármesteri hivatalba kerül, és ott az ügyekben intézkedés kezdődik, ahogy ez minden alkalommal megtörténik. Egyre nagyobb a munkanélküliség Pécset, milyen pozitív változásra számíthatnunk? Egy pályakezdő bölcsész kérdezi. Hát a pályakezdő bölcsészekből talán a legkisebb az igény, ezt meg kell mondjam. De valószínűleg onnan van a legnagyobb munkanélküliség. Igen. Hát Pécs egyetemi város. Igen, ebből Pécs adódik. A szellemi foglalkozások területén elég nagy a munkaerő felesleg. Persze, aki itt van és itt tanul, az nem mint pécsi. Én azt hiszem, hogy aki mindenképp itt akar maradni bölcsészként, hát nehéz lesz munkáját találni, ezt őszintén meg kell mondani. Az intézményeinkben igen nagy fiatalitás történt az elmúlt időszakban, kevesen távoznak a rendszerből, hála Istennek, és sokan szeretnének jönni. De hogyha konkrét vágya van a bölcsész hallgató hölgynek vagy úrnak, keressen meg nyugodtan. Állásközvetítést fog, sem fog foglalkozni? Nem. Mi a jó kvalifikált szakembereket általában gyűjtögetjük, egy nagyon szép jelentkezési listánk van, egy humán politikai bank, vagy humán bankunk van, és adott helyre tudunk behívni embereket. Tehát nem árt, hogyha nálunk jelentkezik valaki, a közigazgatásban is igen szükség van művelt, bölcs, okos emberekre, vagy az intézményeinknél éppen. És hát ugye az a város legnagyobb célkitűzése, hogy mondjuk a kreatív és kulturális iparát fejlessze, akkor azért mégiscsak szükség lesz majd kiművelt főkre, csak az évek, mire ezek megindulnak, ezek a dolgok. Hát megy folyamatosan, igen. Persze, de hát van egy jelentős túlképzés, és van egy nagy gond az egyetemi rendszerben, hogy aki idejön, az itt szeretne maradni. Tudok én olyan nagyvárost és egyetemi várost, vagy főiskolai ahol várost, akarnak ott maradni. Ahol nem akarnak ott maradni. Ön említette, hogy Pécsre szeretné hozni a WHO egy kihelyezett irodáját. Történt-e ebben előrelépés? Igen, Rácz Jenő miniszter úrtól kaptam éppen tegnap egy levelet, ami arról szól, de Blázi Antoni úrral együtt kezdeményeztük, most már nem először és több kormányzati cikluson keresztül, hogy ez a WHO ide idejöjjön. A miniszter úr egyetért ezzel a dologgal, ez egy nagyon fontos dolog, mert Pécsre is mehetne. Hiszen a WHO-nak ott azért van egy olyan kihelyezett nappali tagozata, ami az Egészségfejlesztési Intézet épületében azzal amellett. Tehát akkor működik. Ez létszám van ez a dolog. Én azt hiszem, hogy szép lassan elérünk oda. Persze meg egy híres városnak kell lenni. Közvilágítás. Néhány közvilágítási kérdésem van. Szüret utcában miért nincs közvilágítás, és a Fenyves soron már régóta nem működik a közvilágítás, tudna ebben segíteni? Nem tudom, Kuka Jandrásnak odaadom az egészet, jó. Pakkot, minden közvilágítási problémát, ha valós az utca, ha nem. De valós, kiderült, valós mindegyik, az Usztóc is meg volt. És a közvilágítási kérdésre odaadom, nem tudok arról, hogy ne tudnánk azonnal teljesíteni néhány valamennyi kérdés. Hát aki véletlenül a meccsek közepén szeretne magának egy víkendház, az nem biztos. Hát de a Fenyvesor az mondjuk azért elég. A Fenyvesor az. Ott azt hiszem, hogy nem hiányzik, hanem rossz. Rossz, ezt írták. A buszok Kozár-Mislenybe mikor mennek, helyi járatú buszok, és Pellérdre is helyi járatú buszokat várnak. Azt hiszem, nem szeretném megvádolni, a politikai ellenfelemért nem szeretném megvádolni, úgy cseszték el, bocsánat a kifejezésére a parlamentbe ezt, emlékezünk Hargita János iratkozatára, amikor mi a Pannon Volánt szerettük volna megkapni, és ez kész, akkor kinyílott volna az egész történet, nem most, hát más technikát kell megint választani. Szóval olcsó politikai hiúságból megakadályozni nagyívű ügyeket, és abban a pillanatban a kormány azt mondja, hogy persze nem akarok semmit kezdeni a volántársaságokkal, most majd megint kezdünk valami, van megoldás, hozzáteszem. Mikor lesz valamilyen fejlesztés a Rétszél utcában? A út és közvilágítás, a Centrál Park fejlesztése mikorra várható? A Centrál Park fejlesztésére ugye történtek kísérletek, lesz, a tóbővítés az folyamatos. Egy pillanat, a tóbővítés az folyamatos, igen, mert ugye onnan termelnek ki a földet. Ez szép lassú folyamat lesz, nem önkormányzati pénzekkel szeretnénk ezt a folyamatot gerjeszteni, majd a vállalkozó tőkét megnézzük, mondom,
kifejezetten azzal összefüggésben, hogy a Balokány és a Central Park, a tó és az egész hátsó tüskéséti terület az hogy tárható fel. Szép tervek adnak rá. Látványterveket már készített Bakman Zoli barátom. Na, hát azokat szívesen bemutatjuk. A tavaly megnyert panelfelújítási pályázatokat mikor fogják aláírni, hiszen úgy tudom, hogy most még a duplája lehet a tavalyinak. Igen, az aláírás az majdnem egy technikai dolog, de ugye meg kell járni a tárca által felkért szakértői KHT-t, vagy nem tudom mi, a jó eget, a Magyar Innovációs RT, vagy KHT, KF, KHT azt hiszem, aki előkészít a dokumentumokat, én naponta írok alá több tizet. Ez darabja öt példány, úgyhogy elég tetemes mennyiség. Folyamatában történik a dolog, és folyamatosan végezik a munkálatokat is. Egy kicsit elszaladtunk ott az imént, ezt konkretizáljuk végül is a buszjáratok kérdését, mert annyi kérdés kell. Pelérben megértem, meg fogjuk oldani, nem tudom, hogy hogyan. Megértem, és kell a Pelér-Pécs közvetlen buszjárat, vagy a Pécs táblát teszik, nem tudom, már kitaláltuk már mindenféle dolgot, hogy ugye a város közbeveszi Pelérd, Kozár Michelinben bonyolultabb a történet, ott is nem tudom, hogy... Ha nem lehet busszal menni, akkor legyen bicikli. Közszolgáltatási szerződést aláírta minden önkormányzat a Pannon Volánnal. Nem kellett volna. Na most itt mi vagyunk kiszolgáltatott helyzetben, mert nem pályáztatták meg. Pályáztatás nélkül is meg lehetett kötni a közszolgáltatási szerződéseket. Mindenki nagy örömmel aláírta a Pannon Volánnal a közszolgáltatási szerződést, most ezt kellene fölmondani. Hát, ez elég nehéz helyzetnek látszik. Nem szeretném visszadobni a labdát. Egyszerre de ha nem lehet busszal menni, akkor miért ne lehessen biciklivel menni? Azt kérdezik, miért nem épülnek biciklis utak Pécs? Hát folyamatosan épülnek, és minden év által néhány. De úgy, hogy a falvak felé úgy. Biciklutat, nem látom ennek semmi akadály, de egyelőre a városi biciklutakat is alig tudjuk kialakítani. Minden évben teszünk ez irányban. Hát azért, hogy hatalmas igény nincs, ahova van a Malombölgyi tó, ott azért nagyjából rendben vagyunk, Pelért felé valószínűleg indokolt lenne egy kerékpárút. Hát oda ugye az a baj, hogy ott járda sincs nagyon. És tehát, igen, Orfű felé megy, és ott szintén jó előkészítettek, hát több minden évben nyerünk valamit hozzá. Tehát ez folyamatosan alakul a kerékpárútak építése, de hát ugye hegyen völgyön kell ezeket létesíteni, legalább olyan nehéz, mint az utaké. Nagyon sok kérdés van még. A hajléktalanokkal kapcsolatban két kérdés is érkezett. Az egyik, hogy a Jókai téren alszanak, és hogy ez... Egy rosszabb hírom, a színház előtt aludt, az egyik név szerint is ismeri. Na most folyt egy hajléktalan számlálás. Mi lett az eredménye? Nem tudom. Sikerült egyáltalán? Nincs is vége. Ja, még mindig tart? Nincs is vége. A hajléktalanokat, ugye... Nyilvántartásba igazán nem lehet venni, mert személyiségi jogot hát a sért. Ugyanolyan jogai vannak, mint bárki másnak. Szabásértést kiszabni most is lehetne, de hát most mit csinál vele, leül? Tegyünk különbséget a hajléktalanok és a koldusok között szerintem, mert lehet valaki olyan élethelyzetben, hogy valóban hajléktalan. Én nem tudok igazából, mert a kettő tevékenysége jó részt egybeesik. Magukat a hajléktalanokat, azokat, amikor el kell helyezni éjszakára, és télen tökéletes a mondjuk magyar viszonyok között, de európai viszonyok között is a támasz alapítvány az irányi tevékenysége. Pontosan tudjuk őket, azt is, hogy melyik erdő, melyik bokrába, vagy erdőz, melyik bokrába alszanak. Egy csomó például, ami jön a tavasz, nem hajlandók bemenni a szállóra, különböző okokból. Nagyon, akkor további városfejlődési kérdések. Az Aidinger sztárai kereszteződésben mikor lesz rendőrlámpás gyalog átkelőhely? Erről már többször beszéltünk, nem biztos, hogy rendőrlámpás kell, de lesz. Most vizsgálják, tehát napokon belül eldől. Maga biztosan mondhatom, hogy az idén. Mikor lesz az 5 órai pesti vonathoz busz Kertvárosból? Miért nincs? Hát ezek szerint. Szerint úgyis ezek a kérdések tovább is kerülnek, amit most ön nem tud. Ez egy nagyon érdekes. Ha 2012-ben Magyarország nyerné az EB-t, akkor Pécs lehet-e labdarúgó EB helyszín? Olyannyira, hogy már felkértek bennünket, nyilatkozunk erről, de megfontolt nyilatkozatot fogok tenni. Miért? Megfontolt nyilatkozatot teszünk, és ezt a testület bölcsességére fogom bízni. Egy stadion az nagyon jó, a stadiont azonban az EB után is fenn kell tartani. Hát, na igen.
akkor olyan stadiont kell létesíteni, ami multifunkcionális megint, ami több célra alkalmas. De hát ezt nem engedik a FIFA szabály, nem? Hát utána kell átalakítani a tetemes költségét, tehát bölcsen kell dönteni. Bölcsen kell dönteni. Hát, ez hát nem én rossz. Imádom a futballt, de hát gondolj. Ezt nem gondoltam kell. Volna erről. Én már egy közben... ilyen kísérletben részt vettem, amikor néhány nagyon nem tisztességes ember csalt és hazudott annak érdekében, hogy ne pécsetlenjen a stadion. Ők már hál' Istennek a sport közelébe sincsenek. Most szeretném azt, hogyha megfontolt döntése, hogyha úgy látjuk, hogy a labdarúgás is fejleszthet, ez nagyon fontos dolog, akkor a stadiont is érdemes fejleszteni. Hozzáteszem, hogy hát az egész ebbé nekem gondot okoz. Mert? Összességében mivel tesszük a pénzt? Ha valójában eltökélt szándék lenne a magyar labdarúgás szereplőiben azon, hogy tisztességes módon előről kezdjünk majdnem mindent, és 2012-ig azért föl lehet sok mindent építeni, ugye addigra azért fölnő 3-4-5 utánpótlás generáció, abban az esetben érdemes, hogyha ez a szervezetnek tűnő szervezetlenség, és kimerem mondani, az egymás közti pénzosztogatás, elvtelenül adott támogatások és visszakövetelt vagy vissza nem követelt támogatások rendszerén keresztül vezet az út, ebben nem érdemes semmit beletenni, annyit, amint a pécsi önkormányzat beletesz, igen, saját javunkra, saját polgáraink szórakoztatására érdemes a labdarúgást fenntartani, de akkor az üzeméletet is azon a szinten kell tartani. Ez valóban egy megfontolt döntés kell akkor ezek szerint. A vásárteret ajánlja valaki fürdőcentrumnak, wellness és fürdőcentrumnak, sőt hangversenyteremnek. Hát akár a nevét is meg tudnám mondani az illetőnek, de biztos, hogy ismerik egymást, aki ilyen markánsan nyomul ebben az ügyben. Hát de amúgy ott épül az Expo. Hát most akkor tessék elképzelni, egyik oldalon pláza, másik oldalon Expo, középen pedig akarunk csinálni valami multifunkcionális színháztermet, szórakoztató központot, amit építészetileg, hogyha hozzáillesztünk ez a területet, beszéltem a szakemberekkel. Jó, de a pécsi vásárnak egyébként meg kéne maradni? A városvezetés szeretné, hogy ez a vásár megmaradjon? Hogyne, az egy értékes része. Zsibi jelleg, a vásár jelleg kell. Ahol nincs vásár, ott nincs város. Mert bevásárolni lehet, de a vásár hangulatát megtartani. Hát ez egy tradíció, ez olyan lassan, mint a Széchenyi. A hullámfürdő előtt mikor lesz busz megálló kialakítva? Nem tudom. Meg lehet-e egyáltalán állni négysávos tére? Hát én úgy félek tőle, hogy talán nem... Hát ahhoz mondjuk egy nagy öblöt kell csinálni. Talán nem lenne szerencsés, maga a hullámfürdő van útjába egy ilyen busz megállónak, vagy pedig a területéből kéne áldozni. A közigazgatási hivatalnál kellene kialakítani egy öblöt, az meg közel van a Réz utcai sarokhoz. Hogyha kicsit tovább megyünk, akkor megint egy utcasarok van. A járda már olyan keskeny, hogy alig lehet rajta közlekedni. Hát nem tudom, hogy bölcs dolog-e. Hozzáteszem, hogy nem messze azért a hullámfürdőtől lehet busszal közlekedni. Van esély arra, ez egy érdekes kérdés, hogy a minden jelzőlámpához kapjunk időjelző kiegészítőket? Az hát Pesten megkerestek azok a vállalkozók, akikkel szerződést kötött a város. A javaslatukat örömmel vettem, folytatódhat a program, arra kértem most a kommunális bizottságokat. Hát, hogy minél többet vegyünk. Ez nagyon bevált, szeretik az emberek, én magam is nagyon kedvelem ezt a dolgot. Van, ahol észrevettem, hogy áthelyeztük, vagy éppen nem működik, vagy letakartuk, majd megnézzük, hogy milyen okból, de én ezt egy nagyon színes és, hogy mondjam, közlekedésbarát dolognak tartom. Marosvásárhelyen is van nagyon sok. Csodálatos az ötlet, örülök, hogy mi vezettük be, remélem a folytatás következik. Nem igazából csak pénzkérdés a dolog, mert nem tud drága ez a technika. A Szület utcában és környékére illegálisan tesznek le nagy mennyiségű szemetet, hogy lehet véget venni? Van egy rosszabb hírem, és a város területén megint. Hova lehet ezeket bejelenteni? A közterület felügyelethez azonnal be kell jelenteni, akár hozzám is közvetlenül. És azt, hogyha valaki mondjuk a saját telként tárol valami elképesztő mennyiségű szemetet? Arra is van mód, a szabálysértés, hogyha mások azzal van. Az a hatóság. Igen, igen. Hát van egy ilyen mániákus gyűjtögető nénink. Most már lassan. Nem csak az van, ugye vannak itt különböző olyan telkek a városban, és ezt mindenki tudja, aki a szomszédságában lakik.
Ugyancsak utak, vizek... Nagyon nagy disznóságnak tartom én azt, amit művelnek ezek az emberek. Szemmel láthatólag nem a vályogházak lakói hordják oda, igaz, hogy kevés is van, vagy nem a nyomortelepek lakói hordják oda a szemetet. A Csoronika dűlő, Nagy Szkókó utca, val kapcsolatosan. A Csoronika dűlőben a lakók az aszfaltozás egy részét is átvállalnák. Ez egyébként, és mikor számíthatnak a város együttműködésre? Van ilyen programja a városnak? Bármikor, én nem tudtam erről az igényről, a lakosság hozzájárult, azonnal teljesítik. Ott azonnal teljesítik az útépítést? Persze, hát ezeknek érdekünk az, hogy ahol a lakosság szerepet vállal, annak érdekében, hogy jobb legyen, és nem csak ránk vár, ott elsődlegesen elégítjük ezeket az igényeket. De most a Szabolcs, illetve bocsánat, a Szabolcsi, nem a Szabolcsi rész akartam mondani. Csoronika dűlőről van szó. Nem, hanem a Pécs bánya telep környéke jön. Ott van súlyosabb gondunk, és a másik pedig megígértük az egyik utcának az önkormányzati képviselők általi gátyúzását, azt még most májusban el fogjuk végezni. Már hogy a képviselő fog gátyúzni? Hogyne. Volt ez imént egy ilyen kérdés, hogy valaki, azt hiszem a Nagyszkókó utcában a csatornázási munkának mikor kell vége lenni, gondolom itt az az érdekes információ, hogy honnan tudhatja meg valaki, hogy a háza előtt fölbontott utat mikorra kell, hogy befejezzék? Hát meglepő, nem tudja. Uh-huh. Hát egy évig készítettük elő itt az ISPÁ-nak a részletes programját. Hajszál pontosan minden utca, minden lakójával leegyeztettük, hogy mikor megyünk dolgozni, ez abban az ütemben is történik, mikortól lehet rákötni, abban az ütemben is történik. Aki nem tudja, kérem, keresse meg az ispairodát, lent van a Városháza főszintjén, hátul, akkor Perccel utcai részén, hajszál pontosan megmondjuk előre, hogy mikor mi fog történni. Egy anyuka írt, hogy 2 éves igényléssel önkormányzati lakáshoz jutna, a gyermekét egyedül neveli. Mikor, mennyi az esélye, hogy önkormányzati lakáshoz jusson? Hát a 2 éves igényel egyedülálló anyaként kétféle lehetőség van. Ha elég régen van bent a lakásigénylése valakinek, akkor talán még más lakásban is. Az ugyan a épülő lakások közül jó eséllyel kerülhet be idén a lakáshoz jutók körébe. Mert a garzonokat elsősorban a gyermekeket egyedül nevelő szülőknek, vagy kisebb családoknak alakítottuk ki, ott is elég nagy mozgás. És lesz olyan mozgás is, amit én nagyon sajnálok, de ki fogjuk tenni. Ezt akartam megkérdezni. 500 millió forintra rúg jelenleg a szociális bérlakásokban élők tartozása. Hát ez különböző tartozás. Különböző okokból, de eddig ugye nem történt súlyosabb intézkedés. Önről személyesen lehet tudni, hogy rendkívül érzékel szociálisan. De hát... ez nem személyes kérdés. Hát érzékenységem addig tart, amíg tisztességem sem viselkedik valaki. Fifát megígér, minden igazoláshoz, megkapja a lakást és utána nem fizet. Pedig olyan lakásokat építettünk, ahol majdnem minden elzárható. Tehát még saját maga is korlátozhatja a szolgáltatását. Most vizsgáljuk jó néhány ilyen bérlőnknek az ügyét. Hát ott az albérlet jön. Nem, mások rovására nem lehet tisztességtelni. A város tisztaságáról azonban nem a közterület felügyelőt gondoskodik, ha jól tudom, mert az iménti kérdésben egy ilyen ment el, hanem a PVVRT. Lesz PVVRT-s fórumunk is, úgyhogy azt hiszem, hogy ott. Hát éppen tegnap, egyébként nemrég volt, hétfőn volt. Én fel fogom találni azt, amit már régóta feltaláltam, csak mi nem hajtottuk végre, mert volt más lehetőség megoldás is. Oda tesszük a köztisztaságot, ahova való. Az mit jelent? A köztisztasági cégünkhöz. Saját maga fejleszteni, és az utcatakarítást, és mivel is a biokomról van szó. Ja. Hát ez minden. Az környezetvédelmi KFT egyébként. 92-ben itt mindent szétrúgtunk azért, hogy biztos, hogy jobb ellátás lesz a piacon. A kommunális tevékenységek egy jó részéről tudni kell, és Németországban, Franciaországban, Olaszországban, és erről van szó. Az önkormányzat, vagy a tanács a németeknél, ugye milyen szokatlan kifejezés, hát igen, státverkéket hoz létre, város üzemeltető szervezeteket hoz létre,
és azt ellátják a köztisztasági feladatot. Két évig volt utcaseprőnk, most megint nincsen. Hát most már jó ég álljon meg bennünket. Polgármester úr, nagyon röviden elköszönök Öntől, kedves nézőinknek megköszönöm a nagy érdeklődést és a sok kérdést. Biztos, hogy minden kérdésre választ fognak kapni Önök. Mondom még egyszer, hogy a Pécsi Híreket is figyelhetik, a Pécs TV és a Pécsi Hírek honlapját, és hát személyes intézkedést is fognak tapasztalni a Városháza részéről. Köszönöm Önnek, köszönöm szépen, minden levélre válaszolunk.